Az első koronázási szertartás játékot 2013-ban mutatták be Székesfehérváron. Ez volt az első darabja egy 10 évre tervezett sorozatnak, amely azzal a céllal jött létre, hogy nézőinek lelkében felépülhessen történelem formáló nagykirályaink panteonja. Ennek nyitányaként elevenedett meg Szent István koronázása a Nagyboldogasszony Bazilika romjai fölé emelt grandiózus színpadon több mint 100 fő részvételével. A szövegkönyvet eredeti középkori források alapján Szikora János és Matuz János készítették. A főszerepeket Varjú Kálmán, Tordi Géza, Trokán Péter, Mihály Győző és Lábodi Ádám színművészek, valamint Benedekfi Katalin énekesnő alakították. A díszlettervező Szendrényi Éva, jelmeztervező Kovács Ivett Alida, zeneszerző Horváth Károly, a rendező Szikora János volt. Ben Szent László a legendák királya következett. Egy történet a lovak királyról, aki sosem akart király lenni, mégis az egyik legnagyobb lett. A harcosról, akitől még holtában is reptegett az ellenség, de aki képes volt sírva fakadni a másik tábor halottai láttán. Tordai hasadék, lányrablás, párbaj, testvérviszály, csodálatos vízfakasztás és más legendák elevenedtek meg a színpadon. A közel 200 szereplős előadás fontosabb szerepeit Makranci Zalán, Blaskó Péter, Dobos Imre és Kricsár Kamil alakították. Az alkotókhoz koreográfusként csatlakozott Horváth Csaba és Majoros Róbert, karigazgatóként pedig Kneifel Imre. Fellépett az Alba Régia vegyeskar és a Kodály Zoltán gimnázium vegyeskara. Székesfehérvár és Szent László városa Nagyvárad között kialakult kulturális kapcsolatnak köszönhetően a nagyváradi Szent László gimnázium gyerekkórusa, a nagyváradi Szigligeti Színház táncegyüttes és szimfonikus zenekar is közreműködtek az előadásban. A harmadik koronázási szertartásjáték Könyves Kálmán uralkodását idézte meg, aki szokatlanul nagy műveltségével bizonyította trónra termettségét. A szellem harcosa az Árpádház egyik legeredetibb, legjelentősebb és egyben legtragikusabb sorsú uralkodója volt. Papnak nevelték és király lett. Szerető báty volt, aki uralkodása nagy részében öccsével volt kénytelen háborúzni. Férj volt, akinek romba dőlt az élete. Hódító volt, aki karddal és ésszel háborúkat nyert. Főbb szerepekben Egyed Attila, Száraz Dénes és Törőcsik Franciska voltak láthatók. Ebben az előadásban jelentek meg először a színpadon is, a Somogyi Győző tervei alapján Grossmit Erik által kivitelezett óriás bábok.
2016-ban a fény koldusa Vak Béla királlyá koronázásának ceremóniája következett. Vak Béla még álmodni sem mert arról a méltóságról, hogy király legyen, hisz már az is kész csoda volt, hogy egyáltalán életben maradt, miután Könyves Kálmán parancsára gyerekkorában apjával Álmossal együtt megvakították. Véletlenek vagy sorszerű, váratlan fordulatok egész sora vezette őt a Nagyboldogasszony bazilika oltár lépcsőjére, ahol fejére illesztették a koronát. Vak Bélát Száraz Dénes alakította, további szerepekben Blaskó Pétert, Mihály Győzőt és Kerkai Ritát láthatta a közönség. Az előadás zenéjét ebben az évben Márta István és Szirtes Edina komponálta. Az 5. jubileumi előadáson harmadik Bélának, az Árpád-ház talán legfényesebb uralkodójának koronázási szertartása és élete elevenedett meg. A címszerepet Hirtling István, feleségét Trokán Nóra alakította. A fiatal korában Bizáncban élt, és a bizánci trón várományosának számító, később a magyar trónra lépő, így a keleti és nyugati kultúrában egyaránt otthonosan mozgó fiatalember, kora egyik legelismertebb királya lett, aki uralkodásának 24 éve alatt Magyarországból virágzó államot épített. Erre utal az előadás címe is, harmadik Béla az aranykor trónusán. A teljesen új díszletet felvonultató előadás, amelybe cirkuszművészek is bekapcsolódtak, a harmadik Bélát körülvevő szellemi és kulturális hatásokra koncentrált. Régen ez ország sok szent ifjakkal tündöklet, mint szép fényes gyémántokkal. Tiszta életű jámbor férfiakkal, mint szent angyalokkal. Kelj fel, északi szív, sűj déli szél. Kelj fel, északi szív, sűj. 2018-ban az Árpád-ház egyik legismertebb, leghosszabb ideig uralkodó királya, az aranybullát megfogalmazó II. András koronázását és életét láthatták a nézők. II. Andrással nem volt kegyes a történelem. Könnyelmű, az ország javait és birtokait nyakló nélkül osztogató, gyöngekezű uralkodó képét hagyta ránk. Ez az ábrázolása évszázadokon át makacsul tartotta magát, csak az utóbbi időkben kezdik árnyaltabban látni őt és életművét. Ízig-vérig modern uralkodó volt, az újdonságok csigázták képzeletét. Fontosabb szereplők Sági Tamás, Varga Gabriella, Körtvélyesi Zsolt és Závodszky Noémi voltak. A Rákóczi Szövetséggel történt együttműködés eredményeként ebben az évben létrejött a Kárpát-medencei színjátszótábor, amelyben a résztvevő határon túli fiatalok váltak a színpadi játék statisztáival. ...2019-ben 4. Béla megkoronázása és viharos élete volt a szertartásjáték középpontjában. A címszerepet Lábodi Ádám, feleségét Kubik Anna alakította. További szerepekben Sági Tamás, Mihály Győző, Varga Lili, Egyed Attila, Fehérvári Péter és Babincsák Atanáz voltak. A statiszták közt pedig ismét jelen voltak határon túli diákok,
a Rákóczi Szövetség szervezésében. A pusztulást hozó tatárjárás után az országot újjáépítő IV. Béla az egyik legjelentősebb az Árpád-ház uralkodói között. Az Életmagja alcím egyrészt a második honalapító uralkodását örökíti meg, másrészt azt a tényt, hogy ez a család négy szentet adott az egyháznak. Szent Margit mellett Szent Kingát és Boldog Jolánt, valamint Boldog Konstanciát. IV. Béla képes volt elhinteni az élet magjait azután, hogy a Niederaltai Kolostor évkönyvébe 1241-ben a barátok feljegyezték, a Magyar Királyság 350 év után megszűnt létezni. IV. Béláé az érdem, hogy ez mégsem így lett. A 8. koronázási szertartásjáték háromszintes színpada a Csúcsos hegy tövében épült fel, azon a helyen, ahol II. András a hagyomány szerint kihirdette az aranybullát. A szín a középkori misztériumjátékok terét idézte, a táj lélegzetel állító szépsége pedig méltó keretbe foglalta a legtragikusabb sorsú árpádházi uralkodó történetét. IV. Kun László alig volt 10 éves, amikor megkoronázták, és nem volt még 28, amikor bérgyilkosok kivégezték. Apjától, 5. Istvántól egy szétzilált, ellentmondásokkal terhelt Magyarországot örökölt. László tele van szélsőségekkel, rendet is akarna, de le is rúgná magáról a rendet. Akarja téríteni a kereszténységet, ugyanakkor tetszik neki a kumpogányok vallása is. Nem tudja, hogy mi a helyes, és egy ponton túl el is veszíti vezérlő csillagát. Ez az a pont, ahol széthullik ez az ember, és vele együtt az ország is. A Rákóczi Szövetség szervezésében határon túli fiatalok színesítették ebben az évben is a koronázási szertartásjáték előadását. A felnőtt királyt, IV. Kun Lászlót, Sarádi Zsolt, ugyanőt, mint gyermeket, Szikora Ármin János testesítette meg. Az utolsó előtti árpádházi uralkodó feleségét, Ladányi Júlia, édesanyját Kun Erzsébetet pedig Varga Gabriella alakította. A koronázási szertartásjáték nem csupán felejthetetlen színházi és kulturális élmény, de egyben híd a középkor és a jelen között. Maga az élő múlt. A koronázási szertartásokon évszázadokon át elhangzott egy mondat, és ez vált előadásaink legfontosabb üzenetévé. A leromboltat építsd fel, a felépítettet őrizd meg.